Kedveseim, szeretettel köszöntelek benneteket, az egyház és a Jóisten nevében, magaméban is. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedveseim, ma a kivonulás könyvéből vesszük az alapigét, a Szent Mise Ószövetségi olvasmányából, az első Tesszaloniki levélből. Ez az alapige, az idegent ne használd ki, az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha a népemből való szegény hozzám kiált, meghallgatom. Isten boldogságra teremtette az embert, nem arra, hogy egymást kihasználják, nem arra, hogy egymásnak az ellenségei legyenek. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy aki erősebb, többet tud ártani, ne ártson, semmit ne ártson, ne éljen vissza a testi erejével. Még akkor legfeljebb, hogyha védeni kell valamit. Ilyen esetünk volt nekünk magyaroknak, amikor a közismert Paplaci, ugye a nagy öklöző, ment a feleségével hazafelé este későn, és három fiatal ember körülvette őket, és azt mondták nekik, hogy apuskám lelépni, a nő marad. Ez iszonyatos, kemény rendelkezés valakiktől, mi hárman vagyunk, te egyedül vagy itt férfi, tehát mi visszaélünk az idegennel, és meg tudjuk tenni azt, ami rosszat még kívánunk. Ő figyelmeztette őket először is, másodszor is, harmadszor is, hogy vigyázat, én hivatásos öklöző vagyok, tehát ne merészeljetek bántani bennünket. Amikor azt a harmadikra is azt mondták, hogy mars innét, távozz, fuss el innét, akkor egyszer egy-egy ütés ide-oda, amoda, és mind a három elterült a földön. Ők pedig hazaballagtak. Nem mindenki tudja magát így megvédeni. A Isten törvénye azonban mindig él mindenki felé, és az gyenge embereket is védi. Az idegent ne használd ki, az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ez mindenkornak nagyon sok esetben visszaélést okozott, mert azok, akiknek meghalt a férjük, egyrészt nem tudott keresni, tehát elgyengült a család, másrészt pedig nem volt, aki megvédje őket. És a törvény még nem volt annyira biztonságos, de hát ha vesszük azt, hogy manapság van törvény mindenre, van rendőrség, van bíróság, van börtön, ennek ellenére mégis sokan visszaélés, sokan megteszik azt, hogy a gyengébbet kihasználják, vagy a gyengébb ellen úgy tudnak intézkedni, hogy őnekik lesz igazuk, akármennyire is bűnösök valamiben. És a szegény embereknek, akiknek nem volt birtokuk, azok ellen nagyon sokszor összefogott a társadalom, vagy a gazdagabbak, kihasználták őket olyan munkákra is, amik már nagyon megalázó voltak, és egy-két falatért, vagy ahogyan a Szentírásban olvassuk másút, a szegény ember, amikor még szabad, de már semmije sincs, egy papucsért odaadja a szabadságát, tehát saját magát teszi rabszolgává, hogy vissza tudja fizetni a kölcsönt. Miért parancsolja Isten, hogy a szeretetet kell gyakorolni, nem pedig valami emberektől kiagyalt törvényt, hogy annak, akinek nagyobb az ereje vagy a hatalma, joga van kihasználni a gyengébbet. Isten azt mondta az ember teremtése előtt, alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ez annyit jelentett, hogy a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy a mi, az Isten három személyét jelenti,
Isten három személyének a szeretet, az összetartó kapcsolat. Amikor az fiú születik Isten módon az atyától, akkor megkapja az egész istenséget ajándékba a személyének, mert a személyének mindig kell, hogy a természet hordozója legyen. És utána rögtön visszaajándékozza az atyának, mert neki szüksége van rá. Ketten ajándékozzák a Szentléleknek. A Szentlélek azonnal vissza a két első személynek. Tehát Isten milyen képre akarja az embert teremteni? A szeretet mását. És ezért azt akarja Isten, hogy az embernek a teremtése rögtön így szerepeljen, meg is teremtette Isten az embert, férfinak és nőnek teremtette. Ketten együtt adják igazán az embert, de mind a kettő külön személy, külön kis világ. Aztán hozzáfűzi azt is, hogy az embernek ugyanaz a feladata, ami az Istené volt, hogy a szeretetét sokszorozza állandóan. Ezért fontos, hogy a férfi házasodjék, a nők menjenek férhez, és egy nő egy férfival kössön házasságot, ajándékozza oda teljesen önmagát, ahogyan az Atya is teljesen odaadta mindenét a fiának, föntartás nélkül, a végtelen isteni természetet, ahogyan a nő is átadja magát teljesen a férje, egyedül, kizárólag a férje boldogítására. Ugyanezt kell az embereknek megérteniük, hogy az Isten képiségnek az utánzása, és ebből engedni nem szabad. És mit akar ez mondani? Azt akarja mondani, hogy az ember az Istennek a képére alkodva tanulja meg, hogy az ember életnek egyetlen nagy parancs a mozgatója, a szeretet parancsa. És megmondja Isten, hogy boldog csak az lehet, aki ezt az alapvető parancsot, a szeretet parancsát megérti és gyakorolja. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy az, aki a szeretetnek a gyakorlására van kötelezve, az önmagával elsődlegesen soha nem törődhet, hanem mindig azt kell figyelnie, hogy a mellé rendelt emberek, akár állandó jelleggel a családban, vagy a társadalomban, a nemzetségben, a nemzetnek a körébe tartozik, akár pedig mások felé, a felebaráti szeretetnek a törvénye alapján mindig azt kell tenniük, ami a másiknak jó. Ezért teremtette Isten férfinak és nőnek az embert, hogy mindegyikben legyen valami többlet, amit ajándékozni tud. És aki ezt az ajándékozást megérti, hogy az Isten szeretet törvénye, és ezt gyakorolja egymás felé, a környezete felé, a mellé rendelt emberek felé, annyira lesz majd a más világon boldog. Amennyi jót tett mással, amennyi boldogságot osztott, annyit fog kapni összesítve egy örökké valóságon át.